ismételten kalotaszegi román forgatós táncokat vagy invertitát látunk a magyar táncok mellett. Nagyon közkedveltek a különböző nemzetiségek táncai, és ez Kalotaszegen különösen igaz. Így van, és aki nem jutott a finálébe, és korábban már volt erről szó, hogy milyen szakmai stáb dolgozik egy-egy versenyző, egy-egy páros mögött, szóval ott látható a magyar fejlesztésű izomlazító fogyasztása közben a fekete pólós úriember. Ennek is óriási jelentősége van, hiszen a következő döntőre fel kell készülnie, most pedig figyeli azokat a szakmai fogásokat, amelyeket a jelenlegi finalistáktól lát a szabadon választott során. Mi azt is láthatjuk, hogy bejönnek a versenyzők, egy kis talajpróba, megnézik, van-e tapadás, milyen a környezet, milyen a hangulat és milyen a levegője, az atmoszférája ennek a csodálatos budai fonócsarnoknak. Nagyon jó. Híres versenyzők fordultak már meg itt, és rengetegen járnak ide napról napra, hétről hétre, versenyről versenyre, hogy csiszolják a tudásukat, és megmutassák, hogy mennyire magas szinten művelik a néptánc sportágat. És itt az utolsó pillanatokban mi megpróbálják meggyőzni a zsűrit, mindenki nagyon rákapcsol, értékes pontokat lehet ezzel gyűjteni, amit itt ezekben a pillanatokban láthatunk. Ott a falon lévő kalapos úriember elég szigorúan figyeli a versenyzőket, ő is szerintem be tudna szállni, de hát a képről azért nem fog lejönni. De a közönség, itt lehet látni a zenészeket is, szakértő. Így van, és azt látják, hogy az övtáskás úriember egy óriási hajrával alig, ha nem megnyerte a versenyt a partnerével. Megköszönik a lányoknak, ez is egy nagyon fontos elem. Itt amellett, hogy versenyzünk, azért nagyon szép hagyományokat is megélünk, tovább éltetünk. Ilyen az, amikor a párnak megköszönjük a táncot.